Az én előadásom az nem fog ilyen gyakorlati kézzel fogható haszonnal járni, nem egy alkalmazás működését fogom bemutatni, ez nekem nem is lenne a feladatom. Viszont arra hívom most a közönséget ma este, hogy gondolkodjanak velem a saját tantárgyukkal, saját osztályaikkal, saját csoportaikkal kapcsolatban, hogy azok a gondolatok, amiket én itt most elmondok, azokat hogyan tudják esetleg a saját tanítási folyamatukba beépíteni, és hogyan tudják ezeket az új szempontokat az új digitális munkarenden történő oktatásban hasznosítani. Az előadásom nagyjából három részből fog állni, amit ez az eszközök, módszerek, tartalom lefed, de persze nem pontosan erről lesz szó, mert az eszközök az nagyjából az elméleti hátterét fogja ennek az egész probléma körnek jelenteni, ahol az elméleti alapjait próbálom elmondani annak, hogy miért is hasznos ezt a média műveltség szempontot a mostani digitális távoktatás idején különösen alkalmazni. A módszereknél egy kicsit részletesebb ilyen médiapedagógiai betekintést és hátteret adok. A tartalomnál pedig a legeslegvégén el fogunk oda jutni, hogy néhány gyakorlati ötletet is fogok mondani, de nem ez lesz az előadás fókuszában. A beharangozóban is jeleztem, hogy ez a motto lesz az előadásomnak a mottoja. Ezt Umberto Eco egy 1979-es tanulmányában, a Can Television Teach című tanulmányban fogalmazta meg ezt az állítást, ami látszik, hogy onnantól, hogy távoktatásról, médián keresztüli távoktatásról beszélünk, ez a probléma már felmerült, és David Buckingham, aki egy nagyon-nagyon jelentős brit média oktató, kutató, talán az egyik legfontosabb ezen a területen, ő már nagyon sok éve használja ezt az idézetet arra, hogy amellett érveljen, hogy ez különösen fontos akkor, hogyha a digitális médiáról beszélünk. A média ugyanis nem szerepelhet csupán és segédanyagként, vagy oktatást támogató eszközként, és ez különösen igaz most, hogy a digitális, tehát ebben a digitális távoktatásos időszakban ugye kifejezetten és a szószoros értelmében médiumként működnek ezek az eszközök, hiszen sokkal inkább tartalmat adunk át rajta, mint ahogy korábban tettük, és így, hogy média tartalmakkal dolgozunk, így különösen fontos ezt a média kompetencia fókuszt is bevinnünk a gondolkodásunkba. Mit is jelent ez? Néhány nagyon alapvető gondolat. Az első, amit nekünk is tudatosítanunk kell, és a tanítványainkban mindenképpen szintén nagyon fontos tudatosítani, hogy a média nem ablak a világra. Tehát, amikor megnézünk egy oktató videót, akkor abban az oktató videóban nem a valóságot, legfeljebb a tananyagot találjuk meg, hanem a valóságnak a reprezentációját. Ezt a fogalmat nem nagyon szoktuk az oktatás során használni, de itt és most nagyon fontos tudatosítanunk azt, hogy minden, amit a médián keresztül tanulunk, az egyfajta konstruált, reprezentált tudás, és sokkal jelentősebben az, mint hogyha a hagyományos tanításban, tankönyvekben reprezentáljuk ezt a tudást, illetve a tanár előadásában. A média ugyanis társadalmi konstrukció, ilyen tekintetben is persze hasonlít tankönyvhöz meg a tanulmányhoz, viszont itt most média szövegeken keresztül zajlik az oktatás, és akkor itt le is írtam a média szövegeknek a definícióját, tehát minden, amit most átadunk a tanítványainknak, azok média szövegek. És akkor itt jön most néhány fontos elmélet, ami még ezt a gondolatot tovább akarja mélyíteni. De minden esetre még azt mondanám, hogy a digitális technológiára koncentráló megközelítés az nem veszi figyelembe azt, hogy az üzenetek mediatizáltak. És azt, hogy ezt a fajta tudatosítást hogy érhetjük el, arra talán ez a digital
fluency gondolat segíthet, amit én nagyon szeretek, de sajnos ennek sincsen jó magyar fordítása. Én arra szeretem használni ezt a fogalmat, hogy ezzel mutassam be azt, hogy a digitális kompetencia és a digitális média műveltség azok hogyan függnek össze, és miért van szükség a digitális kompetenciában a digitális média műveltségnek is. Ez a rendszer, ugye a fluency az olyan értelemben fluency, mint ahogy a nyelvtudásnál beszélünk arról, hogy valaki folyamatosan beszél angolul. Azok, akik ezt a szakirodalomban használják, azok ugye így szokták elkülöníteni, három szintet különíthetünk el. A digitális készségek az alapfok, amikor ugye alapfokon beszélünk egy nyelvet, ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk technikai szinten alkalmazni, be tudjuk kapcsolni, és el tudjuk indítani azt a videót, mondjuk a videó lejátszón. A digitális műveltség az fokkal magasabb szintű tudás, ahogyan a technikai szintű tudás fölött már ott van az, hogy mire használjuk ezeket az eszközöket, és a legmagasabb szint a digitális fluency, amikor már az információt értelmezni is tudjuk, és az információ segítségével tudást konstruálunk, és föltárjuk azokat a jelentéseket, amiket ezek az információk a számunkra adnak. És ez az a szint, ahol hogy már szükség van arra, hogy tudatában legyünk annak, hogy ezek médiaszövegek is ilyen módon értelmezhessük őket. Ugye általában a médiatartalmakat ismeretterjesztésre vagy szórakoztatásra szoktuk használni, és nem maga a médiatartalom vagy a tanulás tárgyává. Viszont, hogyha ezeket használjuk az oktatás során, akkor muszáj megismertetnünk a gyerekekkel azt, hogy mik ezeknek a média szövegeknek a jellegzetességei. Itt most, bocsánat, azt a képet nem bírtam kihagyni a médiumok kétértelmisége miatt. Tehát ez a három fő dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy ne felejtsük ezt a médiafókuszt a digitális oktatás során. Az első, hogy nekünk is, meg a tanítványainknak is szükségünk van a rendszerezett struktúrát gondolkodásra a médiáról, illetve a reflexióra, erről majd még fogok beszélni, hogy milyen értelemben beszélünk itt reflexióról. A második gondolat az a kritikai gondolkodásnak a fejlesztése, ami ugye szintén ebben a járványos helyzetben különösen nagyon-nagyon fontos, mert hogy a legtöbb információ ugye a bezártság miatt szinte kizárólag online érkezik hozzánk, és ezért különösen fontos, hogy ezeket megfelelő módon tudjuk megítélni, értékelni, véleményt alkotni róluk és döntéseket hozni ezen információk feldolgozása után. És mindehhez szükséges az, hogy tisztában legyünk a média szövegek alapvető jellemzőivel. Tehát azzal, amit már az előbb is mondtam, hogy minden média szöveg konstrukció, tehát valaki csinálta, valaki a kezébe vette a kamerát, és valamilyen módon ezt levideózta és összevágta. És ez az ő nézőpontját tükrözi, és ezzel ugye már a következő pontra át is jutottunk, ahol a nézőpontok és a közönségek vannak. A közönség ugye azt jelenti, hogy egy média szövegnél mindig nagyon fontos, hogy ezt kinek szálljuk ki a cél a közönsége, és a közönség az változtatja azt, hogy az ő számukra milyen módon kell megfogalmazni az üzenetet. Mi is, amikor oktatóanyagokat készítünk, akkor a saját tanítványainkra gondolunk, és az ő életkoruknak, hátterüknek, korábbi tudásuknak megfelelően állítjuk össze azt az anyagot. Akkor nagyon fontos az, hogyha készen kapott médiaszövegeket használunk, hogy ezek valamiféle ideológiák és értékek mentén készülnek, és ezek jellemzőek is rájuk. Nagyon fontos, hogy amikor mi választunk médiaszöveget demonstrációs célra, akkor figyeljük arra, hogy ennek az ideológia és értékrend, amit képvisel, az megfeleljen annak, amit mi akarunk tanítani, és amikor a tanítványaink önállóan választanak, vagy megosztanak velünk tartalmat, akkor is ugyanerre, ugyanilyen módon az ő figyelmüket is fel kell hívni.
A média rendszer működése, az arról majd fogok nem sokára egy kicsit részletesebben beszélni, de itt egész első körben annyit jelent, és ezt is nagyon fontos fejben tartanunk, hogy általában a média szövegek azok valamilyen fajta lehető legtágabban értelmezett profit érdekében keletkeznek, és ez a profitorientált működés, ez akkor is bennük van, hogyha most ezekben a járványos időben mindenki minden szolgáltatását ingyenessé teszi, akkor sem szabad elfelejtenünk, hogy ezek alapvetően olyan rendszerek, amiknek a profit szerzés a céljuk. És akkor az utolsó a média szövegnek a nyelve, amit szintén nagyon-nagyon tanulságos, hogyha ezt az időszakot a médián keresztül történő tanulásnak az időszakát arra használjuk, hogy megpróbáljuk fölismerni azt, hogy az egyes típusú média szövegek azok milyen nyelvtan segítségével kommunikálnak velünk. És akkor itt erre most ide tettem egy példát. Gondolom, hogy innentől elég egyértelmű lesz, hogy mire gondolok. Tételezzük föl, hogy valakinek földrajzból, Amerikáról kell keresnie egy videót, és ezt a YouTube-on teszi meg, mert mondjuk 7. osztályos az illető, és tudjuk, hogy az általános iskolás korosztály is már elsősorban a közösségi médiában keresi az információt, tehát nem is okvetlenül a Wikipédia az egyes számú forrás, hanem a YouTube. És akkor itt van három teljesen különböző fajta médiaszöveg, látszólag mind a három Amerikáról szól, és én nekem választanom kell, hogy a földrajzházi feladatomat melyiknek a segítségével fogom tudni megírni. És akkor itt rögtön látható az, hogy mit értek nyelv alatt. Ugye itt van egy valódi tananyag, akkor van egy ilyen videoblogszerű, és van egy rajzfilmes, az egyszer volt sorozatból származó rajzfilm, más a hosszúságuk, ez is nyilván információ lehet a tekintetben, hogy melyikben mennyi információ van, illetve hát a műfaj maga az is meghatározza, hogy melyiket fogjuk tudni tanulási célra használni, és melyiket kevésbé. Ebből a szempontból talán az egyszer volt a legnehezebb, ami ugye történelmi rajzfilm sorozat, de azért mint ilyen fikciós is, tehát azt például elsődleges forrásnak nem okvetlenül lehet tekinteni. Erre gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy ezeket a szempontokat alkalmaznunk kell, amikor a távoktatásban tanítani próbálunk. Akkor most nézzük meg az eszközöket, hogy a műveltség nézőpontból fogom nézni. A tudatos alkalmazás, választás, az adatvédelem és a média rendszer működése. A tudatos alkalmazás, választás az egy nagyon fontos területe annak, ahogy mi a digitális stratégiánál tudatos média használatra, nevelésre foglalkozunk. Ez a dia, amit itt kitettem, ez ugye nem van anyag, mint látható, de a kortárs média mentor programunkban ez a példa a tudatos alkalmazás választásra, és ezért nagyon sok mindent tudom demonstrálni. Itt a gyerekeknek az a feladatuk, hogy válasszák ki azt, hogy melyik autóversenyjátékot töltenék le. Itt azért egy nem tanulási, hanem szórakozási alkalmazást választottunk, hogy egyértelművé tegyük azt, hogy a szubjektív szempontoknak az ízlésnek is van létjogosultsága abban, hogy végül is milyen döntést hozunk, és mit töltünk le. Valamilyen szempontból természetesen ez igaz akkor is, hogyha tanulási célú alkalmazást töltünk le, tehát egy nyelvtanulós appot, vagy egy tudományos számológépet keresünk a online alkalmazásboltban, és akkor ugye számtalan információt találhatunk arról, hogy ezeket
mi alapján döntsük el olyasmiken, hogy van róluk videó, meg vannak róluk vélemények, ezen kívül ugye a korhatárbesorolás nagyon fontos, ezt majd még fogom egy kicsit részletesebben is, mindjárt beszélek arról, hogy a korhatárbesorolás az miért rendkívül fontos. De is jelzem, hogy minden alkalmazásnál ott van, akkor számít az, hogy tartalmaz-e hirdetéseket, illetve vannak-e benne alkalmazáson belüli vásárlások. Ilyen alkalmazásokat célszerűbb nem ajánlani, hogy finoman fogalmazzak a tanítványainknak. Az alkalmazáson belüli vásárlás az nagyon veszélyes lehet, hogyha véletlenül hozzá van kapcsolva fiók, amiben van lehetőség fizetésre, a hirdetések pedig hát megzavarják a tanulási folyamatot, és sok esetben követhetetlenné is teszik azt. Ezeket érdemes megpróbálnunk elkerülni, és akkor itt ezen nem látjuk, de mindjárt fogom, hogy még egy dolog van, amit nekünk tanárként meg kell fontolnunk, amikor valamilyen alkalmazásba történő regisztrációt, vagy egy alkalmazás letöltését kérjük a tanítványainktól, és ez az alkalmazás engedélyek, ezt ugye nagyon nehéz megtalálni letöltéskor, mert elég jól eldugják az alkalmazásboltok, de itt én most a Zoom-ot választottam ki, ami csak ennyi alkalmazás engedélyt kér, és például ez is egy nagyon jó médiáról való gondolkodás segítő feladat, hogy megpróbáljuk végignézni és végig gondolni azt, hogy vajon ennek az alkalmazásnak szüksége van arra, hogy ehhez hozzáférése legyen, és ha igen, akkor miért? Még esetleg egy ilyen videomeeting alkalmazásnak, ha kicsit fogunk a szíva is, de megengedjük azt, hogy ennyi mindenhez hozzáférjen, bár tudatosítjuk azt, hogy mérhetetlen sok adatot mond el rólunk, bár végül is azért, ha alaposan megnézzük, akkor nem okvetlenül gondolnánk azt, hogy a címtárhoz vagy a helyhez hozzáférése kell legyen. De hogyha ez nem egy videomeeting alkalmazás, hanem mondjuk egy nyelvtanuló, vagy mondjuk pláne egy számológép alkalmazás, hogyha ő akarna hozzáférést a helyhez, a telefonhoz vagy a címtárhoz, akkor rögtön tudhatnánk azt, hogy ezt nem szabad letölteni. És még egy érdekesség, ami a korhatárral kapcsolatban, hogy itt ugye a Zoom PEGI 3-asnak van írva, ami azt jelenti, hogy 3 éves kortól lehetne használni, és itt van egy kettőség a jelölésben, mert hogy külön módon jelölik azt, hogy magát az alkalmazást használni, tehát megnyomhatom a gombot és hívogathatok vele, az egy dolog, de a regisztráció ennek ellenére lehet, hogy sokkal magasabb korhatárnak szól. Tehát ezt is azért érdemes tudatosítani akkor, amikor főleg a 13 év alatti tanítványainknak alkalmazást próbálunk választani. És akkor itt térnék ki a digitális gyermekvédelem mániájára, a korhatár besorolásra. A bal oldali képen 2 darab korhatár besorolás rendszer látható. A PEGI az az európai, általában mi ezt ismerjük, de van az amerikai típusú is, és nyilván van, aki ezzel is találkozik. Szeretném, hogy ez a PEGI ez a játékokra és mobil alkalmazásokra vonatkozik, és az európai, a filmes korhatárbesorolás az országonként változik. A magyar korhatárbesorolásokat gondolom, hogy jobban mindenki ismeri. Nagyon fontos az, hogy tartjuk be a korhatárbesorolást, ez egyébként a saját otthon lévő gyermekeinkre is vonatkozik, és most a filmekkel kapcsolatban ez csak egy fél mondatban, hogy nem csak attól kell félteni őket, hogy valami fajta ijesztő tartalommal fognak találkozni, amit még nem tudnak feldolgozni, vagy explicit szexualitással, amit szintén nem tudnak feldolgozni, hanem olyan szempontok is vannak, különösen ott a fiatalabb korosztályban, hogy hány szálon fut a cselekmény, hogy mennyire bonyolult, hogy mennyire eldönthető egy szereplőről, hogy mik a szándékai, mondjuk, hogy vitele vagy komolyan beszél, mennyire bonyolult a cselekményvezetés, és ezeket a dolgokat is van olyan, aki, hát hogyha
darab, akkor kevésbé értik, úgyhogy ezt be kell tartani. De amiről most mi különösen beszélni akarunk, azok a közösségi média és internetes korhatárok. Ugye a távoktatásos helyzetben rákényszerültünk arra, hogy számos alkalmazásra regisztráljuk a tanítványainkat, vagy akár a gyerekeinket. Én nekem van egy másodikos kislányom, aki emiatt hirtelen ugye Gmail és Skype felhasználó lett, és most már egyébként Mozaik, MozaWeb felhasználó is. És akkor ott minden esetben, ugye ő még másodikosként 13 éves kor alatt van, és itt a szülői felügyeletet használok, tehát a korhatárbesora, a regisztrációkor, a valódi életkorát adom meg, és akkor minden esetben felajánlják nekem, hogy én mint szülő regisztráljam, és akkor így felügyelhetem, és ugyan ő neki nincsen saját mobileszköze, de az online bejelentkezéseiről mindig kapok információt, és be is állíthatok mindenféle szabályokat is. Viszont tanárként nagyon-nagyon fontos az, hogy ne kérjük a tanítványainkat arra, hogy olyan alkalmazásokra regisztráljanak, amikhez a életkoruk még nem elegendő, vagy ha igen, akkor csak olyanra, ahol van lehetőség szülői felügyeletre. Ugye itt a Google-nél föl szokott merülni az, hogy mivel Magyarországon még nincsen YouTube Kids, ezért, hogyha a gyerek Google accountot csinálunk, akkor nem engedi megnyitni a YouTube videókat. Ezt ki lehet az inkognitó ablakos megoldással cselezni, de azt gondolom, hogy még ezzel sokkal jobban járunk, mint azzal, hogyha nem a valódi életkorát adjuk meg a gyermeküknek. A szolgáltatóknak ugyanis ez nagyon fontos információ arról, hogy ki az, aki ott van, és azt ígérik, hogy a gyermekük az online térben fokozottabb védelem jár nekik, mint a felnőtteknek. Ezért fokozottabban is figyelnek. A Facebook például nagyon határozottan mondja azt, hát nem ilyen módon mondják ki, de lehet így érteni, tehát hogyha valaki arra vetemedik, hogy 13 éves kora alatt regisztrál a Facebookra, amit ugye tilos, és ott nincs szülői felügyelet, akkor is úgy regisztráljon, hogy ne 26 évesnek, hanem 14 vagy 15 évesnek regisztrálja magát, mert a 13 és 18 évesek közötti fiókokra Facebook sokkal jobban figyel. Egy csomó káros tartalom, vagy olyan, ami károsnak jelölt, olyan egyáltalán nem jelenik meg náluk. Sokkal korlátozottabbak a kapcsolatfelvételi lehetőségek, tehát mindenképpen biztonságosabb. Egyébként a Skype-nál ugyanígy van. Minden esetre itt most a távoktatásos időben én egy kicsit ambivalens helyzetben vagyok, mert én eddig mindig azt propagáltam, még az előző előadásomban is a digitális témahetes projektekkel kapcsolatban, hogy használjuk a gyerekek meglévő magánjellegű accountjait, a Instagramot is akár, vagy a Snapchatet. Most viszont szeretném azt egyértelművé tenni, hogy a távoktatási körülmények között nagyon-nagyon nem javasolt az, hogy ezeket az hogy összekeverjük kvázi az iskolai és a magánéletet, és meg kell próbálni ezeket minél jobban elkülöníteni egymástól. Az adatvédelemre erről a közösségi médiában és a Facebook csoportokban elég sok szó esik, én erről most nem nagyon szeretnék sok mindent mondani, egyetlen szempontot szeretnék kiemelni. Azt, hogy akkor, amikor hirtelen nem papíron kérjük a dolgozatot, hanem mondjuk a Google Classroom-ban adjuk be, akkor mi is adatkezelővé válunk, mert online adatokat kezelünk, és különösen adatkezelővé válunk, hogyha nem pusztán egy befényképezett dolgozatot kérünk, hanem mondjuk azt, hogy készítsen egy fotót arról, ahogy tornázik, vagy egy videót arról, ahogy énekel, mert ugye a kép más, az kifejezetten erősen személyes adatnak minősül, tehát innentől kezdve nem csak a Google adatkezelő, hanem mi pedagógusok is adatkezelők vagyunk, ami nem baj, viszont minden esetben közölnünk kell azt, hogy milyen célból, milyen formában és meddig kezeljük ezeket az adatokat, illetve mit tehetünk velük. Ha a tanítványom föltölti az éneklős videót, akkor én nem küldhetem azt
el az ének tanár kollégámnak, hogy nézd csak az én tanítványaim mennyire menőn énekelnek, mert a tanítványom, pláne meg a tanítványom szülei nem adtak arra nekem jogot, hogy ezt a videót továbbadjam. És ez nagyon fontos, hogy itt, hogy ezt tudatosítsuk, hogy nekünk innentől kezdve, mint adatkezelőknek is felelősségünk van, és tájékoztassuk, ha utólag tesszük ezt, mert már 2 hete digitálisan oktatunk, akkor utólag tegyük. Minden egyes olyan típusú feladatnál, ahol ebből probléma lehet, nyugodtan jelezzük azt, hogy milyen módon és milyen formában fogjuk tárolni, kezelni ezeket az adatokat, mire fogjuk használni, kivel fogjuk megosztani, és mit tehet velük. Ugye még egyszer, hogy egy ilyen fajta otthon készített videó ugye mérhetetlen mennyiségű szenzitív adatot tartalmaz. És erre egyébként a másik oldalról is oda kell figyelnünk, akkor, amikor mondjuk tanárként készítünk egy videót, vagy tartunk egy online órát, mert nagyon sok személyes dolog kiderül rólunk, amiket nem biztos, hogy meg akartunk osztani a tanítványainkkal. Most első körben ennyit a magánszféra és az adatvédelem kérdéséről. Egyébként a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia honlapján, a digitalisgyermekvédelem.hu-n elkezdtünk építeni egy szülőknek szóló tudatos internet, a biztonságos internet használattal kapcsolatos gyakori kérdések sorozatot, ahol az adatvédelem az első témakörünk, de lesz majd egy ilyen típusú, inkább a magánszférára és az online megjelenésre fókuszáló témakör is, és még néhány, úgyhogy ezeket is érdemes a honlapunkon megnézni. A ingyenes média szolgáltatások működése, ez különösen fontos ahhoz, hogy ezt mi pedagógusok is értsük akkor, amikor ilyen szolgáltatásokat használunk. Itt a szöveg és a kép nagyjából ugyanazt akarja mondani, tehát az ingyenes média szolgáltatások azok általában úgy működnek, hogy 2 bevételi forrásuk van, valójában nem ingyenesek, mondjuk Facebook valójában nem ingyenes, nem ingyen használjuk, hanem 2 dologgal fizetünk érte, a figyelmünkkel és az adatainkkal. A figyelmünkből levont következtetéssel ugye célzott reklámokat tudnak nekünk adni, és az adataink értékesítése is ugyanerre szolgál, hogy ennek segítségével még hatékonyabban célzott tartalmakat és reklámokat kapjunk. A célzott tartalmak célja, hogy minél tovább ott tartsanak minket a szolgáltatáson, a adataink értékesítése pedig a reklám szempontjából nagyon fontos. Az üzleti modellje ezeknek a szolgáltatóknak úgy néz ki, hogy a tevékenységeink és adataink alapján egy profil készül rólunk, és a profil szolgál arra, hogy az adott felhasználót milyen termékekkel, ajánlatokkal lehet megkeresni, de arról is a profil árulkodik, hogy milyen típusú információ érdekel bennünket, mik azok a cikkek, akár az, hogy milyen hangvételű cikkek, tartalmak érdekelnek minket. Ez a baloldali ábra, ez szintén a Kortárs Média Mentor programból származik, és azt igyekszik demonstrálni, hogy pénzmozgás az kifelé, kitől kifelé van, és ki az, aki pusztán csak a tartalmat kapja ezért. Ez egy rendszer, ezt elfogadhatjuk, hogy eldönthetjük, hogy ez tetszik nekünk, vagy sem, és ha elfogadjuk, akkor használjuk a szolgáltatást, ha nem fogadjuk, eldönthetünk, úgyhogy nem használjuk a szolgáltatást, viszont mindenképpen tudatában kell ennek lennünk, és ugyanebben a logikában tudatában kell lennünk annak, hogy amikor azt kérjük a tanítványainktól, hogy regisztráljanak egy ilyen szolgáltatásra, akár egy olyanra, ami mondjuk jelenleg ingyen kínálja a szolgáltatásait, akkor tudjuk azt, hogy ennek későbbiekben milyen következményei lehetnek rájuk nézve, és ennek alapján fontoljuk meg azt, hogy mit ajánlunk nekik. Egy új téma következik, a kritikai és a reflektív gondolkodás fejlesztése. A kritikai gondolkodás, hát most így szükebb értelemben véve, az a képesség,
hogy elemezzük az információkat és elgondolásokat, objektíven mérlegeljük a bizonyítékokat, logikusan érveljünk, ítéleteket alkossunk, illetve ennek alapján döntéseket is hozzunk. A kritikai gondolkodás a média műveltség fejlesztésének az egyik legfontosabb eszköze, de most, hogy az információkat kizárólag online szerezzük, különösen nagy hangsúlyt teszert, nagyon-nagyon fontos. És akkor itt viszont hozzá kapcsolnám nagyon szorosan a kíváncsiságnak a kérdését, mert hogy ugye most, hogy már néhány hete zajlik ez az online oktatás, szépen lassan felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy mi lesz az, ami motiválja arra a tanítványainkat, hogy elvégezzék az általunk adott feladatokat, és erre egyetlen egy nagyon fontos válasz van, hogy a kíváncsiság. Ha sikerül felkelteniük a kíváncsiságukat, az egyrészt a kritikai gondolkodás szempontjából a jó kérdések felvetéséhez vezet, másrészt pedig motivál, és így az önálló tanulásnak a legfontosabb motivációja lehet. Oda alulra betettem egy kérdést, erre most nyilván nem nagyon fogok választ várni, csak azt kérem, hogy mindenki maga gondolja végig, nyilván mindenkinek volt már az életében olyan, amikor sikerült olyan feladatot adni, ami valóban rendkívüli módon motiválta a tanítványait, és érdemes végig gondolni azt, hogy a mostani távoktatásos rendszerben, amikor a hagyományos motiváció ugye sok számít, amit kíváncsivá teszik a tanítványainkat. Januárban volt szerencsém kijutni a BET konferenciára és kiállításra Londonban, és ott meghallgattam Gáta Mitrának az előadását, ahogy arról beszélt, hogy készített egy olyan tanulási platformot, ahol a gyerekek kizárólag kérdéseken keresztül tanultak, tehát hogy csak kérdéseket kaptak, és a kérdésekre online kellett megkeresniük a válaszokat, azt beadni, és utána egyre bonyolultabb és bonyolultabb kérdéseket kaptak, és a Sugata Mitra eljutott oda, hogy egy ponton olyan kérdéseket tett föl nekik, amikre még mi sem tudjuk a választ, például olyan kérdést tett föl, hogy éreznek-e a fák. És erre ott ki is mutatta, kivetítette, hogy egy darab tanítvány milyen rendkívül okos választ adott, de például egy nagyon jó megközelítés, hogy olyan kérdéseket tegyünk föl, amik kíváncsivá teszik a diákjainkat, és ha kíváncsiak, akkor önállóan kutatni és dolgozni is fognak. A reflektív gondolkodást itt most két értelemben is lehet használni. Egyrészt a reflektív gondolkodás a médiatudatos kritikus gondolkodásnak a legfelsőbb szintje, hogy az James Potter nevű szerző a média műveltségről szóló könyvében mondja. Amikor reflektíven gondolkodunk, akkor ha találkozunk egy médiából érkező üzenettel, mondjuk abszolút mondani koronavírusról szóló információval, akkor nem csak az információt figyeljük és dolgozzuk föl, hanem azt is, hogy milyen hatással van ránk. És folyamatosan Potter úgy fogalmazza ezt meg, hogy mintha a saját fejünkön ülve figyelnénk azt, hogy mi történik velünk, a saját fejünkön ülve figyeljük azt, hogy milyen hatással van ránk az adott médiaszöveg, és ez segít nekünk abban, hogy a korábbi ilyen szereplő szempontok alapján értelmezni, értékelni tudjuk a médiaszövegeket, illetve feltegyük azokat a helyes kérdéseket, amik aztán valódi értékítélet alkotására, vagy akár gyakorlati döntésre is sarkalhatnak bennünket. Ez az egyik. A másik szempontja a reflektív gondolkodásnak, ami szintén a médiapedagógiai oktatásból érkezik, az az, hogy a munkafolyamat során is folyamatosan figyeljük, értékeljük a saját gondolkodásunkat, és ez egy nagyon konkrét javaslat, hogyha olyan munkát várnak a gyerekektől, ami valamilyen alkotó tevékenység, mondjuk egy videó elkészítése, egy valamilyen fajta gyűjtemény elkészítése, valami nagyobb volumenű munka,
eredménye, akkor kérjük meg őket arra, hogy készítsenek munkanaplót. Ez egyébként a mozgókép utas média ismeret érettségiben most is kötelező. Készítsenek munkanaplót, amiben beszámolnak a tevékenységről, és ennek nem csak az a haszna, hogy igazolja, hogy tényleg ő készítette, bár ez is nyilván nagyon fontos, hanem az is a haszna, hogy folyamatosan neki is reflektálnia kell a saját tevékenységére, és ebből az önreflexióból nagyon-nagyon sokat tanul. És ugyanígy a reflektív gondolkodást fejleszti az, hogyha több forrásból származik, mondjuk egy kis előadást, vagy valamilyen fajta beadandót kell készítenie, akkor értékelje ugyanígy azokat a forrásokat, amiket online talált. És akkor itt jönnek most a tartalommal, illetve tanulásszervezéssel foglalkozó részek, a hozzáférés, értékelés és részvétel készségei. Na és akkor itt jön az, amiről már az előbb egy kicsit beszéltem, hogy a távoktatás hatására egy csomó olyan alapgondolatot, amit eddig én képviseltem digitális pedagógia és médiapedagógia összekapcsolásában, újra kell gondolnom. Az egyik az, hogy olyan, amit nem kell újra gondolnom, mert én eddig is azt képviseltem, hogy a mi logikánkban a média tudatosságra nevelés logikájában a saját eszköz használatnak, a Bring Your Own Device megközelítésnek, hibásan van írva, a Bring Your Own Device megközelítésnek nagyon fontos szerepe van, hát itt most ezt élőben tudják gyakorolni. A másik nagyon fontos kérdés viszont az, ami a mobil média tudatosságnak a legfontosabb kérdése, hogy mi történik akkor, ami most történik, amire rá vagyunk kényszerítve, hogy a hétköznapi világunkat tanulási terekként használjuk, tanulási, illetve tanítási terekként. A tanterembe költözik a hálószobákba, és a eddig magáncélra használt eszközeink, mondjuk a gyerekek esetében, azok az oktatás eszközei lesznek. És eddig én azt képviseltem, hogy ez nem baj és rendben van, mert hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy megtanul, hogy valahogy az iskola és az élet összekapcsolódjon, és ugye addig, amíg az iskola elkülönítetten az iskolában zajlott, addig az iskolában tanult információk és a valódi életben zajló dolgok, azok nagyon távol voltak egymástól, ez most megváltozott, most az iskola beköltözött a leghétköznapi életünkben, és viszont most, hogy így van, most nagyon meg kell azt fontolnunk, hogy mi az, amit az iskolából beengedünk a privát terünkbe, és mi az, amit nem. És azért tettem ide ezt a néhány alkalmazást példának, mert ezek mind olyanok, amiket az idősebb tanítványaink nagy eséllyel használtak már magánjellegű célokra, és itt én most viszont elég egyértelműen azt javaslom, hogy ezeket nem helyes magáncélra használni, tehát ne a Viber vagy a Messenger csoport legyen az elsődleges kommunikációs platform, pont azért, hogy a magánéletünk és az iskolai életünk egy kicsit távolabb kerüljön egymástól, most, hogy ilyen szerencsés módon összefolytak az otthon töltött idő alatt. És akkor itt most jön egy kis struktúrált elméleti tudás arról, hogy milyen módon fejleszthetjük a média műveltség készségeit a digitális pedagógia során, mik azok a tanulási módszerek, tanulásszervezési eljárások, feladatok, amik ezt fejlesztik. A cél esetében ugye az információgyűjtés, rendszerezés, feldolgozás, megosztás, illetve az alkotásra és együttműködésre készítető feladatok, azok nagyon erősen fejlesztik a média műveltség készségeit, és ezért én nagyon javaslom azt, hogy ezt az időszakot használjuk ki arra, hogy ezeket a készségeket is fejlesszük az információ átadása mellett. Az ajánlott alkalmazások a média műveltség készségeinek fejlesztése szempontjából azok, amik nem egy célra valók, és nem kizárólagosan formatív értékelésre van bennük lehetőség, azok is nagyon hasznosak, de azok nem fejlesztik a média műveltség készségeit. És a feladattípusok, amik a média műveltség készségeit fejlesztik, a mindenféle gyűjtögető kutató feladatok, összehasonlító értékelő feladatok, a probléma megoldó feladatok, ugye amit már a Sugata Mitres példával kapcsolatban mondtam, akár olyan is,
mire nincsen ismert válasz, és a transformációs kreatív média szövegalkotó feladatok, ezeket én nagyon szeretem és nagyon ajánlom, amikor egyik típusú média szövegből másik típusú média szöveget csinálunk. Elolvassa otthon a tankönyvet, és készít belőle egy blogbejegyzést, vagy animációs videót, vagy akármit, és ezzel ugye azzal, hogy transformálja azt a tartalmat, azzal a tanulás is hatékonyabb lesz, illetve a kreatív média szövegalkotási feladatoknak az is nagyon nagy előnyük, hogy nem tudatosan, de az ember nagyon sok mindent megtanul ezeknek a működéséről. Ha nekem kell elkészítenem egy videót, akkor nagyon sokat fogok arról tanulni, hogy mitől jó egy videó, hogy hogyan tudok hatékonyan információt átadni videón keresztül, és innentől kezdve máshogy fogom nézni mások videóit is. A média műveltség készségeinek fejlesztése még egy másik nézőpontból. Ez a kör, ez René Hobbs amerikai média kutatónak a digitális média műveltség készségeiről szóló ábrája. Ugye kezdődik az access-szel, a hozzáféréssel, utána jön az elemzés és értékelés, az alkotás, a reflexió és a cselekvés, ennek számtalan verziója létezik, és akkor itt van néhány feladat, kezdemény vagy felszólítás, amik ilyen típusú média műveltség készségeit fejlesztő feladatok kiinduló pontjai lehetnek. Gondolkodj és reflektálj. Fejest ki, alkos, készíts, utas, hasonlítsd össze, akkor a tényellenőrzés vagy kritika, ez már ugye szigorúan egy ilyen médiapedagógiai, média műveltségfejlesztő módszer, és a gyűjtés és értékelés is ide tartozik. És akkor itt van egy módszer, amit én szintén nagyon szeretek, és nagyon örülök, hogy megoszthatok otthoni kreatív média szövegalkotási feladatokhoz. Ez azért nagyon jó, mert hogy ezt mobiltelefonon is lehet csinálni, és ugye saját mobiltelefonja azért nagyjából minden tanítványunknak van. App smashingnek nevezik azt a technikát, amikor úgy jön létre egy média szöveg, hogy az ember több appon futtatja azt át. Tehát elkészít egy kontentet, tartalmat valamilyen applikációban, aztán átfutatja azt egy másik alkalmazáson, amivel még egy kicsit stilizálja, pontosabbá teszi, átalakítja, és végezetül publikálja egy harmadik alkalmazáson. Egy ilyen cselekvéssor kialakításával szintén nagyon-nagyon sokat tanulhatunk azokról az alkalmazásokról, amik egyébként meg ott vannak a telefonunkon. Az ilyen típusú saját eszköz és saját alkalmazás használatot azt támogatjuk. A kommunikáció, illetve az iskola feladatok kiadása esetében kevésbé támogatjuk. Egy másik szempontú megközelítés, eddig ugye arról beszéltünk, hogy milyen típusú feladatok fejlesztik a média műveltség készségeit, és most pedig a másik irányból közelítünk, hogy hogyan építhetünk bele a médiáról való tudásunkat, fejlesztő elemeket a digitális pedagógiai tevékenységekbe. Például, ha online alkalmazásokat kell használnunk, akkor beleépíthetjük a már említett tudatos alkalmazásválasztás, az adatvédelem, a biztonságos jelszóválasztás, a személyre szabott biztonsági beállítások szempontját, illetve az online személyiség szempontjait. Ezeket már ugye valamelyest érintettem az előadásom korábbi részében. Az online források keresésekor nagyon-nagyon fontos a tény és a vélemény elkülönítése, ezt akár külön is lehet gyakorolni. Az online információs információk források hitelességének megítélése, illetve a szerzői jog és a megfelelő forrás megjelölése. Ez nagyon-nagyon fontos, és erre is most tökéletes terepünk van, hogy ezt tanítsunk. A források értelmezésénél, illetve médiaszövegek értelmezésénél
ez ugye nyilván bonyolult, és a médiatanárok értenek hozzá a legjobban, de mégiscsak ilyen típusú kérdéseket muszáj nekünk is föltennünk, hogy mi a különbség egy honlap, egy blog és egy közösségi a média oldal között, vajon melyik milyen esetben használható, mikor hiteles, mit árul el a szerzőről, stb. Vagy egy másik példa, hogy milyen mondjuk mozgókép nyelvi eszközöket használ az oktatófilm vagy a YouTube videó, és hogyan kell ezeket értelmezni, hogyha jelentést akarunk ebből kiolvasni. Az új tartalmak létrehozásánál és publikálásánál az online kommunikáció szabályai, a már említett szerzői jogi szempontok, illetve az, amiről szintén beszéltem már az előbb, hogy az üzenetet megfelelő formában a közönség számára is érthetően tudjuk megjeleníteni. És akkor itt most végül, de nem utolsó sorban, ezért ajánlok néhány anyagot. A digitalsgyermekvédelem.hu honlap tananyagok menüpontjában ott található ez a 12 tananyagegység, amelyek azt gondolom, hogy elég jól használhatók az online oktatásban is. Arra viszont mindenképpen hasznosak, hogy nagyon érdekes új alkalmazásokat meg lehet ismerni rajtuk keresztül. Ezek nagyon erősen digitális pedagógiából támogatott, elkészített óravázlatok, és a múltkori, a digitális téma héten ötétre való felkészülés jegyében tartott előadásom, ahol az erre épülő projektötletekről beszéltem, az nagyon hasznos lehet, és azt gondolom, hogy a projektötletek jelentős részét azt meg lehet valósítani a távoktatás keretében is, és ennek én nagyon örülök, és nagyon támogatom. Illetve szeretnék egy másik tananyagot ajánlani, az Urban Legends, a magyar tényellenőrző weboldal készített egy online tanfolyamot 13-15 éveseknek, ami kifejezetten a kritikai gondolkodás fejlesztéséről és az álhírek elleni küzdelemről szólt, kifejezetten a koronavírussal kapcsolatban. Ez egy három részből álló tanfolyam, amihez tartozik egy Google Forms alapú értékelőrendszer. Tehát, hogyha tanárként úgy döntünk, hogy ezt fel akarjuk adni, akkor a tanítványaink önállóan elvégzik ezt a három leckét, és utána mi letölthetjük ezt a Google Forms-os tesztet, és kiadhatjuk nekik, és akkor még osztályozni is lehet. Ez is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a tudatos internet használatot fejlesszük, és nagyon aktuális, és ugye itt most megint akkor az élet és az iskola összeérhetnek. És néhány külföldi példát is hoztam, sajnos magyar nyelvi koronavírusos tananyag egyelőre csak az Urban Legends-é van. Ez főleg kisebbeknek lehet jó, a Safer Schools nevezetű brit hálózattól származik, de akár nagyobbaknak is fontos lehet az, hogy valamilyen körben beszéljünk az érzéseinkről, és kifejezzük az érzéseinket ezzel a helyzettel kapcsolatban. És ő nekik van egy másik kérdőívük, ami pedig szintén a tényellenőrzéssel és az álhírek elleni küzdelemmel foglalkozik. Vannak állítások, és az állításokról el kell dönteni, hogy igaz-e vagy hamis, és miért online keresés segítségével. Ők használják az angolfullfact.org nevezetű honlapot. Magyarul nincs egy ilyen gyűjtő tényellenőrző honlap, bár az Urban Legends-et lehet ugyanerre a célra is használni. És akkor még hoztam néhány anyagot, hogy lássuk, hogy az egész világ a koronavírus alatt történő oktatással van elfoglalva. Ez a néhány dia, amit most mutatok, ez a koreai média műveltség oktatók egyesületének az ajánlásait, mert hogy ilyen is van, és ők nagyon sok tevékenységet javasoltak. Azok a tevékenységek, amiket itt két vagy három szlájddal ezelőtt használtam, nagyjából azok jelennek is meg. Elmondom nagyjából, hogy melyik micsoda, ezek nagyon szép és kellemes projektötletek. Gondolkodj az érzéseidről, és hozd meg ezeket a családoddal, ez mondjuk nem médiás feladat, fejezd ki magad, írjál naplót, képregényt, videót ezzel a témakörrel kapcsolatban, keressél online
híreket olyan emberekről, akik az egészségügyben dolgoznak, és oszd meg, ez ugye a részvételi kultúra fejlesztése, vagy adjál támogató kommentet, készítsél olyan társadalmi célú hirdetést, ami valami most fontos üzenetről szól, például a hagyd abba a pánikvásárlást, ez ugye nálunk is elég aktuális, kövesd az egészségügy utasításait, és ne legyen gyűlöletbeszéd, ez nagyon érdekes, ők ezt nagyon erősen kiemelik, hogy ez egyes társadalmi csoportokkal szembeni gyűlölettel járhat ez a vírus helyzet. Tényellenőrizd a híreket, hasonlítsd össze azt, hogy különböző youtuberek mit mondanak a témáról, keressél egészségügyi információkat a témával kapcsolatban, is kritikusan dolgozd fel az információt, hasonlíts össze különböző fajta média szövegeket ebben a témában. Ha nyelvtanuló vagy, akkor különböző nemzeteknek a híreit olvasd, és hasonlítsd össze azt, hogy mit mondanak egyik országban és másik országban. Gyűjtsél információkat a diszkriminációról és a gyűlöletbeszédről, mert ugye ez is fontos, és tanulnivaló, erről most nem is beszéltünk, de ez is egy nagyon fontos kockázata ennek az online oktatásnak, amit már látjuk is, hogy mekkora nagy baj lesz ebből, hogy az online zaklatás mennyire meg fog erősödni a bezártság miatti feszültség miatt. Akkor a statisztikák vizsgálata is lehetséges, illetve hogy olyan könyveket olvassunk és filmeket nézzünk, amik ehhez a témakörhöz kapcsolódnak, olyanok, amik hasonló ilyen nagy pandémiákról szólnak. Ezeket ajánlja a Koreai Média Tanárok Szövetsége. És akkor én szeretném megköszönni a figyelmet, és hogyha érdekli önöket ez a tartalom, akkor a digitálisgyermekvédelem.hu honlapon tudnak keresni, illetve engem is lehet személyesen e-mailben megkeresni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!